Kádám térről és annak a környékéről jöttünk ide. A tér névadója egy skót mérnök volt, aki Széchenyi hívására érkezett Magyarországra. A legnagyobb magyar hívására, aki egyébként fiatal korában még jobban tudott németül, mint magyarul. Clark Ádám megépítette a láncidat és az alagutat, és 1849-ben megakadályozta, hogy Henczi tábornok a hidat felrobbantsa. Később véglegesen letelepedett Magyarországon. A mai kirekesztők nyilván Széchenyit, és őt is idegennek bélyegeznék. De a történelem és Budapest fejlődése őket igazolta. Mert Budapest mindig akkor virágzott fel, amikor tolerancia és befogadó szellem győzedelmeskedett a mi városunkban. A reformkorban, a kiegyezés és az első világháború között, az ostrom utáni újjáépítés időszakában 1945 és 47 között, és az 1989-es demokratikus fordulat után. Budapestet régi magyar családok mellett szokásaikat, hitüket megőrző, vagy azokat elhagyó német, zsidó, szlovák, cigány, szerb, horvát származású polgárai, vállalkozói, iparosai, mérnökei, tudósai, írói, művészei tették világvárossá a mai napig. És Budapest mindig akkor vált provinciálissá, hanyatlott, leszürkült el, amikor kirekesztő polgárait faji vagy osztály alapon diszkrimináló rezsim uralta 1919-ben a szélsőséges forradalmi és ellenforradalmi években, a 30-as, 40-es évek fajvédő légkörében, a zsidó törvények idején, vagy a bolsevik diktatúra évtizedei alatt. A tanulság nyilvánvaló. A kirekesztés, a gyűlöletkeltés és a fizikai erőszak nem csak a célba vett személyeknek és csoportoknak árt, hanem az egész városnak és az egész országnak. Ezért minden tisztességes magyar polgárnak fel lépni ellene. Azoknak is, akik egyelőre nem célpontok, és idejében fel kell lépniük, most, amikor a pukozódó fenyegetés és erőszak már veszélyes, de még megállítható. Barátaim, a zsidó keresztény hagyományban és felvilágosodás eszméjében megfogalmazódó európai örökség közös alapeszménye a testvériség. Testvérek között az erőszakkal való fenyegetés, vagy a tetleges erőszak különösen súlyos bűnnek számít. Márpedig nem roma és roma magyarok, keresztények és zsidók, vallásosak és ateisták, emígy vagy amúgy másként gondolkodók, heteroszexuálisak és melegek, emberként és magyarként mi mindannyian testvérek vagyunk. És ez a testvériség, ha felismerjük, ha alkalmazzuk, ha ebben a szellemben élünk, erős pajzs. Fogjuk fel hát ezzel a pajzzsal a nyilakat, amelyeket a testvériség ellenségei, az erőszak megszállottjai lőnek ki bármelyikünkre. És akkor mi, szabadság és béke szerető magyar polgárok, a Magyar Demokratikus Karta segítségével, a ti segítségetekkel megvédjük a félelemmentes szabad életet és a még mindig nagyon-nagyon fiatal magyar demokráciát. Köszönöm, hogy meghallgattatok.